Velünk történt magazinműsorunkat hallják a 104 Rádió 1-en. Az első vendégem a mai adásban dr. Takács Árpád, a Békés megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, a Békés megyei Védelmi Bizottság elnöke. Ez a beszélgetés 2021. január 14-én délután 2 órakor készült a Békés megyei kormányhivatal épületében. Kormány megbízott úr, tisztelettel üdvözlöm, és köszönöm, hogy ismételten vendégem itt a Rádió 1 magazinjában. Üdvözlöm Önt is és a Rádió 1 hallgatóit is. Így rögtön a beszélgetésünk elején arra szeretném Önt kérni, hogy tekintsünk vissza egy picikét 2020-ra. Ez mindenki számára egy embert próbáló év volt, és hát nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy a kormányhivatalnak is elég komoly éve volt ez a 2020-as. Kezdjünk akkor egy kis visszatekintéssel. Nagyon különleges és nagyon embert próbáló nehéz éven vagyunk túl. Januárban elkészítettük az éves feladattervünket, ahogy szoktuk, és márciusban ez teljes egészében megváltozott, hiszen március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett Magyarország kormánya a koronavírus járvány miatt. Ez természetesen azt jelentette, hogy át kell struktúrálnunk a feladatainkat. Újfajta gondolkodásmódot, szemléletváltást igényelt, és amellett, hogy működtetnünk kellett az alapvető közigazgatási szolgáltatásokat, amelyet az elmúlt időszakban megszoktak az állampolgárok, emellett nekünk működtetni kellett a védelmi igazgatás rendszerét, ez jelenti a megyei védelmi bizottság működtetését, és emellett természetesen pedig a mindennapokat is kellett vinnünk, ami a társadalom szervező funkciót is jelenti. Ugyanakkor megjelent nyár elején a madárinfluenza Békés megyében, annak gyanúja, illetve az afrikai sertéspesi gyanúja, és bizony az áltegészségi vonalon is helyt kellett állnunk, hiszen el kellett indítanunk a járványvédelmi központot is abban a vonatkozásban. Köszönöm szépen, kormány megbízott úr, maradjunk még mindig a 2020-as esztendőnél. Ugye decemberben, mikor vendégem volt a magazinban, akkor arról beszéltünk, hogy a csoportos tesztelések azok folyamatosan zajlanak a megyében, tehát azóta már megérkeztek az oltások is, hogyha jól tudom, akkor most ezek is folyamatosan zajlanak. Elmúlt évben a közigazgatás bebizonyította azt itt Békés megyében is, hogy egyrészt van reagáló képesség, és kell is, hogy legyen reagáló képessége. Másik részről azt is látjuk, hogy egy létszám többszörözési képességet is ki kell alakítani. Ez azt jelenti, amilyen feladatnál kevesebben vannak, akkor másik járásból, másik osztályról, másik területről kell odairányítani kollégákat. És így történt ez első alkalommal a csoportos tesztelés lebonyolításánál is, amelyről már beszéltünk, hiszen decemberben elvégeztük az általános iskolák, az óvodák, a bölcsödék és a szakképző intézmények pedagógusainak a tesztelését. Hétről hétre folytattuk ezt a feladatot, és ezt követően pedig elindult az elmúlt héten a szociális intézményekben az oltás, ez egyelőre a 4 legnagyobb szociális intézményt jelentette. Ezen a héten folytatjuk egy szociális intézménnyel, és haladunk tovább mindaddig, míg valamennyi szociális intézményben az oltásokat végre nem hajtjuk, mind a gondozottak tekintetében, mind pedig az ott dolgozók tekintetében. Természetesen külön köszönet a Békés megyei központi kórház és az Orosháza városi kórház oltócsoportjainak, hiszen önnélkülük ezt nem lehetne megtenni. Köszönöm szépen, kormány megbízott úr, maradjunk még mindig a témánál, ugye az oltásnál, ami most szerintem a legfontosabb, hogyha jól tudom, akkor így a hétvége folyamán is, tehát ezen a héten is zajlanak az oltások a megye pontjain. Hétvégén Mezőberényben folytatjuk, ezt követően pedig az operatív törzs meghatározása szerint fogjuk az oltási tevékenységet szervezni a két kórházzal. És hogyha jól tudom, akkor a kormány megbízott úr folyamatosan látogatja az intézményeket, már amennyiben ugye a járványügyi szabályok ezt engedik, és személyesen is meggyőződik arról, hogy minden rendben van-e. Mik a tapasztalatok, kormány megbízott úr? Igen, természetesen a szociális intézményekben is már mennyire a látogatási szabályok engedik, hiszen rám is ugyanúgy vonatkoznak, de természetesen a kórházakban folyó munkát is figyelemmel kísérem. A hétvégén a mentőszolgálatnál tekintettük meg azt az irányítási tevékenységet, amit végeznek közösen a megyei védelmi bizottság tagjaival. Azt látom, hogy az egészségügyi dolgozók, a szociális dolgozók teszik a dolgukat, és helyt állnak ebben az ember próbáló feladatban, és természetesen külön köszönetet szeretnék mondani a mentőknek, a rendőröknek, katasztrófavédelemnek, az egyenruhásoknak, a közigazgatás minden dolgozójának, és ugyanakkor a Békés megyei médiumoknak is, hiszen nagyon jól tájékoztatják az állampolgárokat, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Békés megyében a Békés megyei lakosok fegyelmezetten követik az operatív törzsnek az utasításait, és azt lehet látni, hogy mind az önkormányzatok, mind pedig az egyes településen élők betartják azokat a rendelkezéseket, amelyek mind a saját egészségük védelmét, mind pedig a környezetük védelmét segíti elő. Köszönöm szépen, kormány megbízott úr, ezek után térjünk át 2021-re, hiszen ez az esztendő is január 1-ével, csak úgy, mint a tavalyi, jelent változásokat hozott a közigazgatásban, melyek ezek? Fontos kiemelni azt, hogy nem csak ez az év, hanem már az elmúlt év is úgy indult, hiszen 2020. január 1-től át kellett alakítanunk a kormányhivatal szerkezetét és rendszerét. Ez annyit jelentett, hogy megalakult az egységes építés hatóság és építés felügyeleti főosztály a megyei kormányhivatalnál, amely eddig a jegyzőköz volt telepítve. Ezen kívül számtalan feladatot vettünk át különböző társhatóságoktól, és adtunk is a szakmai kamaráknak, rendőrségnek a szabálysértési eljárásokat, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak,
hivatalnak. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a egységes és átlátható hatáskör és feladat megosztás jött létre az állami szervezetrendszeren belül. És természetesen folytatódott a felesleges jogszabályoknak a deregulációja, illetve az új jogszabályok megalkotása, és most januárban léptek hatályba. Az külön büszkeséggel tölt el, hogy a Békés megyei kormányhivatal részt vett a miniszterelnökség által létrehozott deregulációs munkacsoportba, és ennek több eleme visszaköszön a javaslataink közül, akár környezetvédelmi területen, akár építéshatósági területen, vagy sorolhatnám a közlekedés ügyeket, vagy a családtámogatási dolgokat. Ami lényeges, az az, hogy január 1-től 450 kormányhivatali ügykörben nyújthatnak most már be online, illetve akár otthonról kérelmeket az állampolgárok, és mostantól gyermekgondozási díj iránti kérelem is igényelhető elektronikus űrlapon. Még ennél fontosabb talán az, hogy a magyar kormány január 1-től 1,5 millió közigazgatási, államigazgatási ügy intézését tette ingyenesé. Ez azt jelenti, hogy eddig fizetni kellett illetéket az eljárás megindításáért, most nem kell fizetni illetéket az elsőfokú közigazgatási eljárásokért. Vannak természetesen kivételek, az útlevél, a forgalmi engedély vagy jogosítvány, de az ügyeknek több mint 95%-a az illetékmentessé vált. És egyszerűbbé válik az élet januártól az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok részére is, hiszen csökkenek majd az adminisztratív terheik. Köszönöm szépen, kormány megbízott úr, így interjúnk vége felé még az oltásról szeretném, hogyha beszélne nekünk, illetve az oltás fontosságáról. Ön mit tanácsol a Rádió 1 hallgatóinak? Én azt hiszem, hogy és meggyőződésem, hogy az oltás felvétele az fontos, ezért arra biztatom a szociális otthonban dolgozókat, az ott élőket és Békés megye valamennyi állampolgárát, vegyék fel az oltást, éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen a vírus csak így fékezhető meg. Természetesen a vírus fogja meghatározni a következő időszakot is, de ennek ellenére mi tesszük a dolgunkat tovább annak érdekében, hogy Békés megye egy erősebb, a befektetők számára is egyre vonzóbb célpontként jelenjen meg, és újra kell teremtenünk Békés megyét, én azt hiszem, és ez lehetőség ez a vírus helyzet arra, hogy megteremtsük mint álmot, mint lehetőséget, mint döntést, és ha körülnézünk, akkor mindenünk megvan ehhez, hiszen van földünk, amit megművelhetünk, van iparunk, bővülnek az ipari beruházások, és legfőképpen a Békés megye embereknek, ami jellemző, van tehetsége, szorgalma, van akarata, és ami perspektívát adunk, akkor ennek ez lesz a perspektíva, és én azt gondolom, hogy Békés megye saját jogon, saját akaratával és saját teljesítménye alapján érdemes a figyelemre és mond igent a jövőre. Kormány megbízott úr, köszönöm, hogy a 104 Rádió 1 vendége volt, és további jó munkát, jó egészséget. Én is köszönöm, viszont hallásra, viszont látásra. Velünk történt magazinműsorunkat hallják a 104 Rádió 1-en 2021. január 16. napján szombaton. Első vendégem a Békés megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, a Békés megyei Védelmi Bizottság elnöke, dr. Takács Árpád volt. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.